Tehát tökre szerettük a My Summer Kart, ahol szerelgetni kellett, és már jó ideje kacsingattam egyébként a Car Mechanic Simulatorra is, csak azzal az a baj, hogy hát Kodi elkezdte, aztán gondoltam, hogy hát akkor meghagyom ezt neki. Viszont egyszer magányomban, amikor keresgéltem a G2-án, akkor megláttam egy olyat, hogy Farm Mechanic Simulator. Hát mondom, ilyen nincs. Traktort kell szerelni, meg kombányt. És igen. Ez mekkora király már. Amúgy is érdekeltek, hogy ezek hogy épülnek össze, meg hogy ezeket hogy kell szerelni. Ez nem annyira... Hát ez nem egy autószerelés, ez más. És nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez hogyan lesz megoldva. Mennyire lesz élvezhető. Meg hasonló. Én már nagyon kíváncsi vagyok rá. Nem egy nagy költségvetésű játék, meg túl komoly játék, az biztos, de attól még lehet jó. Attól még lehet jó. Na, Nesi, figyelj és tanulj. És utána megcsinálod ezt magadtól is. Hát egy önöre kimények ide oldalra. Aztán majd meglátjuk, hogy van a HD. Indulj már el! Ez igazából 2015-es a game, ugye? És akkor volt egy update is ennyi. Jól tudom, akkor lassan indult múltkor is. A kardány. Jó ide kis pornó zene. Szóval play. Jó, cracked, jelzi a stream. Várj, profiles. Yes. Idébe 3, nagyon rendsz, oké. Okay. Jó. Start new game. Yes. Jaj, valaki el tudná írni a címet és a játékot? Welcome... Farmer Onyx szóval. Csirke érkezett! Jönnek az emberek, meg kell kérdezni a cicceiket. Kérdezve lesz, hogy mi a feladat. Mire gondolom? Ja, hogy az első feladat most. Jó, hát figyelj! Congratulation! Wow, megnyomtad a space gombot! Jött is az első vásárló, hogy megadjanak az első feladatot. Ezzel meg tudod tanulni igazából az irányítást. VHD-ben mozogsz. Oké. Okay. Tehát az első feladatunk. Ki kell centírozni talán a bal első kereket. Balanszolni kell a kereket. Szerintem centírozásért eltaladtam. A jó belsőt is. Az első kereket centírozni. És utána el kell vinni tesztőre. Hogy igazából jó-e. Zöld traktor. Kicsit hangos a játék? Oké. Okay. Ez a traktor, amit hoztak hozzánk, ez a Vladek T25-ös traktor. 1500 köbcenti, 31 lóerő is. Ez 1800 kiló. Lol. A VSD-ben mozzunk. Kondíciónézetre váltunk a C-vel. Vehicle Buddy-t tudjuk eltüntetni a V-vel. Ha
Hát szerintem a egyik hátsó kerék olyan 500 kiló. Evil Locker. Tehát akkor bal első kerék. Tehát a szétszerelés mód. Szétszerelés mód van benne. Aha, tehát van szétszerelés mód, meg összeszerelés mód. Tehát most vagyunk mi a szétszerelésbe, így vagyunk az összeszerelésbe, és így vagyunk a condition checkbe. Aha! Csirke! Ja, és meg kell nézni, mert az is szürke, mert még nem néztem meg. Jaj! Nagyon köszi szépen a 10 csirt. Ja, igen. Köszi kérdezi a 10 csirt neked is. Na kíváncsi leszek, Geri. Aha! Track, meg lehet így nézni, hogy milyen meg lehet vizsgálni. Ez bal első, az nagyon gáz. Szóval eddig is tudjuk, akkor szétszerelés mód. Júj, de megy! Jó. Le van a bal első. Á, és alá is tette bakot. Oké. Okay. Leszedjük ezt is. Igen. Mert tudjuk, hogy ez a szar. Oké. Nem van ez is. Miért nem tudok olyan googolni? Én azt nem értem. Pop-up menu. Ó. Wow, hű asztalol. Nincsen rá gyors gomb. Show hide condition, az igen. Locker. Aha, itt van még, hogy mit kell csinálni, és... hogy itt van, hogy mi van nálunk, 11%-os, vagy 27%-os. Shell nem. Megjavítjuk. Repair. Parts repair. Úgyhogy 300 fogunk érte kapni. No! Store. Ó, akár vehetnénk új kereket is, de hát akkor mire megvesszük a kettőt, hát elmenne rá minden pénzünk, és csak tizet keresnénk, az nem jó. Rádiót ki lehet kapcsolni. Jó. Talán ez ő lesz a... A kerékcentírozás. Igen, balancing machine. Jól van. Akkor először ezt. Igen. Jaj, de centírozza. Nem találod a gémet? Akkor ránézek. Húha. Mechanic, vagy... Várjál, hogy adtak el? Kajak nincsen. Akkor mi a tökönbe rakjuk? Farming szimulátorba, vagy mibe? Hú, mibe szokták belerakni? Jó, legalább cím legyen átírva. Jó, akkor legyen kreatív, és szerelünk kreatívon, oké? Okay. Legyen kreatív, és a címben meg legyen benne a játék címe. Felszerelés mód. Amúgy jól láttam, hogy megrepairolni a kereket. Valami nem tudom mennyi pénz volt. Valami 90. Why? Azért meg kicentíroztuk. Majd lehet, hogy az ilyen kereket nem centír... Hát, de mondjuk centírozott a gép. No, no, jaj, jaj, jaj. Igen.
IRL, de IRL ne legyen kreatív. Death Drive. Are you sure? Yes. Na. Jaj, de kigurul. Mi a szar? Mit kell csinálnom? Fékeznem? Aha. Engine power, hogy fele tud menni izén. Az emelkedőn. Jó. Nem csak, hogy felmenni, lendületből fel tud menni, de meg kell állni, és utána pedig... felmenni izomból. Szarmotor ilyet nem tud. Kessis. Micsoda? Alváz. Mit ért az alváz alatt? Ó, már értem. Hűha. Hűha. Na igen, ez egészen jó. Nincs más. Szalom. Teljesen jó. Nem tudok kamerát váltani. És ez most egy folyamatosan forog nekem. Ja nem. Milyen szép sofőr vagyok. És de? Tökéletes. Tökéletesen megjavítottuk a traktort. Jaj, a szervónék jó lehet. Minden megjavítottunk, és így 310-et kapunk érte. Repaired. Távirányítós traktor szimulátor. Oh, ez már nagyobbik. Először is ki kell vinni, kipróbálni, hogy mi lehet a baja. Utána pedig minden olyan... minden olyan irányító részét meg kell javítani, ami esetleg nem lenne jó. Na lássuk. Igen, balra eddig egészen jó kinyerődik. Jobbra is. Mi ezzel a baj? Semmi. Nagy fék? Tökéletes. What? Mit írt ki? Mi van? De még el se jutottunk a steering system, még a test drive-on, ne idegesítsél már föl. Most akkor mi van? A fake testig jutottunk el, megállt az autó, aztán kiírta, hogy... mi baj van. Oké. Okay. Nem jó a fék. Hát nem megállt, mint a szög. A steering system does not work. That's done. Akkor gondolt, hogy a fékkel lesz a baj. Jó. Akkor legyen van a baj a fékkel.
Köszi, kecske. Ez mi? Ez lenni váltó. Ez itt a mindenféle ugye hátsó mechanika, és akkor itt a blokk. Itt a blokk. Váltó. Kormánymű. Hát akkor nézzük meg a féküket. Langyi zene szól. Százszerzelékos féktárcsány. Azt kell, hogy mondjam. Várjál. Nem ez kell nekem, hanem a... Oké, akkor mondjuk azt, hogy ennyiből megállapította azt, hogy... kormánnyal van baj. Mondjuk akkor a... Ja, várjál, akkor ezt le kell szedni. Ezeket le kell szedni ahhoz, hogy a kormányhoz hozzáférjünk. Igen. Itt van a lengés csillapítója. Először ezt kell leemelni. Húha, azért van. Egyébként egy keresztmerevítés. Féle. Lehet, hogy azzal van a baj. Nézzük csak. Majd tökre olyan zene, mint a... ez a Mustang Nismo zene. Egy Nismo Mustang. Aha, a felfüggesztéssel azzal van baj. A másik oldalon is. Nézzük csak. Aha, mind a két oldalon ezzel van a baj. Akkor kapjuk szét. Ez nem lengés csillapító, a swivel. Forgó. Ja, ez nem is. Ja, hát mondjuk... a traktorokban nincsen lengés csillapító. Lengés csillapítás. Szivat. Ó, te szarházi. Ah, itt jön le a kormányrúd. Kormányrúd ide kijön. Gondolom ezt tolja. És ugye ezt forgatja a kereket. Nincs. Hát... akkor azért van... leszettél az a hosszú rúd, a kormányhoz tartozik, mivel bal oldalt kijön egy rúd, és azzal innen egyiket raktad. Aha, értem.
Jó. Igen, nem volt most már van. Milyen szinten szarhatja össze magát az ember, hogyha abba ül kint a földeken. Akkor azért van benne olyan kényelmes. A szék annyira rugós. Jesszus. Tehát a forgókkal van a baj, tehát így nem, ezért nem tudott normálisan kanyarodni az raktor, oké. Akkor esetleg ripérelni tudjuk-e a forgó részt. 2.22-ért lehetne ripérelni. Kérdés, hogy mennyiért... 300-é meg lehet, aha. Jó, akkor megéri inkább megjavítani. Úgyhogy én javítsa meg, ezt nem tudjuk. Lehet téged halkabbra venni. Néha nagyon éri. Igen. Összeszerelés. Be a forgót. A forgót egy csavarra berögzítjük. A forgóra jön rá. Ez. Front hub. Ami tartja lényegében a kereket. Talán ez forog el ebben? Vagy ezen forog el ez? Valami hasonló. Valamikor azt se segít. Nagyon rossz, hogy idő után szétmegy a segged. Szentnél legjobb. Vesekéves, ez nem lesz el. Akkor igen. Igen. Ezt rájön ez. Akkor erre rájön egy az összekötő is majd. Na várjunk. Ha a kormányt elfordítod, akkor ez forog erre, tehát hogy ez így forog balra vagy jobbra. Ha jobbra elviszi, most inkább csak találgatok, ha jobbra eltolja magától, akkor mivel ezt rudat megtolja, ezért ez előrébb jön. Tehát a forgó részt elfordítja, és a kerék így fog balra bekanyarodni. Miközben a kerék balra bekanyarodik, ez a rész ezt a középsorodot meghúzza erre ugyanúgy balra, tehát magával húzza a másik oldalon lévő forgó részt is, ezt, amit felrakok, amit bakker, ezt magával húzza, tehát ez a kerék is elfordul balra. Zsír. És mindezt szervó nélkül? Kettő ekkora pöcsöm nagy kereket? Szerintem nem kell oda se kondibérlet. Front bearing. Előső csapágy. Aha, ez egy csapágyház, tehát ez a csapágy forog el. Ezen forog ugye a kerék, ez a csapágyház, hogy tudjon egyetem forogni. Ez a rögzítés. Ez pedig ugye a fék. Fékrendszer. Fékcsövek hogy jönnek, azt nem tudom. Szeret tudom képzelni. Nem olyan nehéz. Hogy a picsába. Hogy nem lehet ez annyira nehéz. Na, itt elő már minden jó. Tehát vigyük ki még egy próbakörre.
14 vagy, de simán elvezeted. Hogy? Mondjuk biztosan valami áttételezés van ott bent a kormányművel, amitől őt könnyebb kormányozni. De nem gondolnám, hogy... Most nem gondoltam volna, hogy ennyire könnyű lenne. És most nem fújta le a fékre. A rossz kormánymű miatt gratulálok. Ennyi fő! Jó a motor. Jó állapotban van. Hát nehezebb. Szénétéves vagyok és érted, kettő kézzel kell berángatnom kettesbe. Sokkal nagyobb rémálom váltani, mint vezetni. Wow. Kicsit nyikorgós, de megy. Mondjuk, mint hogyha talán jobban alá fordulna, mint az előbb. Könnyebben alá szaladna a kormány. Nagyobb a kormánykerék átmérője. Ez fontos, igen. Tökéletes. Tökéletes lett a trafik. Egy kis cuki. Pótkocsit? Jó kérdés. Kétszer kuplung az what? Először üres, aztán beváltasz. Kész van. Rugdusom én a kuplungot is. Egyszer vezették szívesen egy traktort. Szerintem mindenféleképpen egy élmény lenne. Na már megint ez a kis fosztariga. Change the oil filter, change the fuel filter. Hát egy kis rutin műveletek. Kis rutin műveletek. Benzinszűrő és olajszűrő. Vásárolni szeretnék. Oil filter. Várjál, mit vettem már eddig? Hol oil filtert, igen, és akkor a benzin, full filter. Nem kicsi. 250-be került. És 250-et fizet érte. Köcsög vagy. Majd lehet, hogy itt kitisztogattam volna, akkor úgy tudtunk volna spórolni, de hát fel kicsi. Na, felpattintjuk. Jó ide szép. Csupaszítjuk. Ennél is a kormányzás egyébként, hogy a same, annyit csak kisebb a kaszni. Talán tényleg csak annyi, hogy nincsen rajta az a kabin. A véd az esőtől. Igen, ezt lepattintjuk. Engine. Okay. Elindító. Fuel filter. Drága testvérem, csak le kellene húzni róla a kettő csövet. Mi az anyád bajod van? Ja, hogy ezt így külön le lehet szedni. Csövet, jó. Le is jött a fuel filterünk, meg tudom javítani? Azt a rohadt meg lehet javítani a fuel filtert. Tesz a szarom magamat. Nem baj, legalább lesz egy megjavított fuel filterünk. Berakjuk az újat, és visszarakjuk a benzin csöveket. Ha jól látom, ezt a benzin szivattyú talán...
Alternator. Nem, ez itt a folyápump, ez itt a generátor, és a... Ja igen, a generátor... ...re van itt rákötve, az a kábel. Nem. Jó. Fuel. Fuel! Fuel. The fuel system is here. My friend. And the fuel line... Come to fuel pump in the fuel filter. Jó, hátha menni fog. Illetve kell cserélni egy fuel. Tehát a fuel system kész. És ha olajszűrő lennék, akkor hol a tökénbe lennék? Kérdés, hogy le kell ereszteni az olajat ahhoz, hogy hogy a fuel tank. Le kell ereszteni az olajat ahhoz, hogy hogy oil filtert cseréljessek. Van a pecsémben van az oil filter. Oil filter, várja, itt van. Cleaning filter. Oh. Ennyire piszkolná az olajat. Miért megy bele az olajszűrőből egy cső a benzintankba? A másodlagos olajtisztítóban még miért csak egy megy be is? Olajcsövek. Oké, ha valaki tudja, hogy mi köze van az olajnak a benzinhez. Vagy ez, na várjál. Hát de akkor se oda kéne menni. Másodlagosból megy a motorhoz. Na, bár akiknek ez újat nem lesz egy kér. Nesze! Készen vagyunk. Nem tudok sellelni itemeket. Vannak használt alkatrésze. Hagyjad már. Nem is rossz. Na jó, ezzel nem szabad spórolni. Kész. Kész. Ha valami borra valót legalább adhattál volna, vagy mit tudom én, a munkadíjat nem szokás felszámolni? Oké. Na majd legközelebb kicseszünk vele. 3500 kiló. 2700 köbcenti, Z52-11. Nézzük meg a... kormányművet. Utána pedig menjünk ki. Oké, van nem kiállása már ennek, he? Ha lecsupaszítjuk, akkor... Hát akkor valami hasonlót látottam, csak sokkal komolyabb a kasznia. Igen, tehát egy hasonló dolog bújik meg alattam. Na
nagyobb benne blokk. Például. Pár blokk. Szóval. Még le a kerekedő könnyebb. Amúgy ja. A ventit. Fék jó. Csapágy jó. 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 Kormány összekötő rúd. Aha, az viszont mindjárt elrohad a rákba. Oké. Okay. Igen, Levi, ez előfordult. Hopp-hopp, a jobb oldali... forgóganyó is. Szar. Ott a kormány, mivel már nem lehet rá menni. Na, akkor... Hűha. Jaj, ezt le lehet szedni így is. Sír. Ez easy. Illetve ezt kéne lekapni. Ami ez viszont le kell szedni mindent. Szerencsére nem túl sok csavar fogja. Témát. Jó, lehet én neked szerelgetni, mert érted. Tehát, hogy nem, nincsen olyan túl zsúfolva. Jó, mondjuk azért motortér egy kicsit egybe van, de... Minden ilyen jó nagy csavar, nem ez kis szarok, minden ugye ember méretű. Érted? Ez és ez. Tökéletes. Nem tudom, milyen ezermesterek vagyunk, még meg tudjuk javítani, de... De meg tudjuk. Nem tudom fejleszteni a műhelyt, hogy valami már nem, hogyha nem lenne maxos végül is, de... Amúgy retek jók ezek a játékok. Konkrétan át tudod látni egy... Az egyik kerékopos. Konkrétan egy autószerelői szakmát tudsz ezzel átlátni valamilyen szinten, ez... Insane. Mi lenne akkor, hogyha feltennénk neki egy szart? Nem árulnak használt kereket? Nem áll. Jaj, itt van. Front wheel Z5211. Ez kell nekünk? Front wheel Z5211. Mennyi lenne a javítása? 113. Na, megnézem meg. Na, easy. Spóroltunk, vagy 20 eurót. Ez kemény. Ez nem mondanám, hogy annyira alapszinten
Ennyi. Egy vezérlésért, meg ilyenek, tehát hogy... Az egy vezérlést én már nem mondanám alapszínnek, én már középszínnek mondanám. Tehát egy vezérlés cserét, vagy a motorba valamit érted, tehát hogy... Attól függ, mit nevezzünk alapszínnek, tehát... Általában az emberek azt se tudják, hogy az olajszűrőt hogyan kell kicserélni. Nem, hogy még izé... Olajat is cserélni mellé. Érted? Ja. Minden fullos tetya. Jaj, nem mondod. Kormánykerék, remélem azzal lesz baj. Alapszint keréklevétel, jó. Ezt megbeszéltük, de akkor viszont ez tényleg nem alapszint. Mit kell Most már átnéztem. Elements of steering system. Tehát ugye az úgy kész. Nyilván a hardszint ez már az autószerelés. Igazán amikor autószerelőnek mondta az ember, de... Hát ezt én nem mondanám még oda tartozónak, de... A hátsó kereket. Hát de a hátsó kereket már nem mondanám steering systemnek. Érted? Ha már látod azt, hogy hogy áll össze az autó, akkor már nem vagy mondható középszintének. Vagy már mondható vagy középszintének, ugye. De... Vagy... Szarkereket raktam vissza. Ne csináljuk már ezt. Csináljuk már a fesztivált. Visszakapja azt, amit hozott. Nem minden mesé. Az rossz kerék volt. Már megvan az elmélet a fejedben, hogy hú, azért húz keményen. Megvan az elmélet a fejedben, hogy egy autó hogyan is néz ki. Akkor már nagyon jó helyzetben vagy. És nem is csak azért, mert neki azt is megcsinálod, hanem azért, mert már tudsz tervezni, hogy... Most mit lehet? És hogy? Tehát mit tudom én? Érzed, hogy valami baj van az autódnak. Már van egy kép arról a fejedben, hogy na vajon mi lehet. Merre kell keresgélni, nem pedig az első az, hogy... Szerelő. Érted, mit tudom én?
indítanád el az autót, jó, mondjuk ez egy eléggé ritka példának mondható, de mit tudom, hogy próbáld elindítani az autót, és azt érzed, hogy rohadt nagy benzinszag van, és valami csöpög le az autód alján. És akkor belenézel a motortérbe, azt látod, hogy egy benzincső le van csúszva a helyére. Megfogod rá, megleszed a bilincset, rányomod, ráhúzod, ez kész. Szerintem odáig nem jutna el az ember, hogy felismerje a benzinnek a szagát. Átlag esetben. Hogy már tudja, hogy na, akkor az valószínűleg a benzinszűrő lesz, na hát ennek a cső, hát kettő csőnek kell belemenni a benzinszűrőbe, egy szívó oldal, egy másik oldal, vagy ikos a tank, az a másik, tehát érted. Nyan aranyos! Nekem soha sokat segített az, hogy itt legóztam a Subaru alkatrészeivel nagy magányomba. 4100 köbcenti. Full nyomaték az egészért, tehát 75 lóerő. 3000 kiló. Milyen aranyos. Nézzük, hogy kaszi nélkül hogy néz ki. Hát kaszi nélkül azt kell, hogy mondjam, hogy full ugyanaz, mint az eddig az összes traktor. Na mindegy, de végül is a kaszi máshogy néz ki. Kész szépen. Replace the steering column. Uha. Az ez lesz igaz. Steering column. Azt ki melyik a column. Maybe ez a arm. Kolom. Kormányrúd. Hát ez nehéz lesz. Attól félek. Kis csavar. Lehúzzuk. Ja, ez én színem. Jobb a játék, mint amit vártam tőle, ilyen szóval kis komolytalannak tűnt, de teljesen kormányoszlop. Teljesen úgy éreztem, hogy valami más fejlesztőtől lesz, vagy valami. Azt mondja, hogy replace-eljem. 190 lenne megjavítani. De valószínűleg a azon nem sporban. Carmanic Simulator fejlesztő csapata, vagy egy kis külön kis csapat, vagy nem tudom. De valaki onnan, ebben biztos vagyok. Mert a játék mechanikai teljesen ugyanaz. Kisebb változásokkal. Kész. Done. De hogy mindig annyi a fizetésem, mint amennyi a költség. Hűha. Nyomjuk ilyen kis feladatok, nem? Úristen. Meghalt a váltó. Valami kiesett a váltóba. De nem, kidobja a sebességet. Kidobja a sebességet, ha jól látom. Bakker, le kell bontani a váltóit. Mi?
és annak melyik oldalról esek neki? Itt a váltó. Nem, ott a váltó. Gondolom nem a motor oldaláról, hanem itt hátulról. Útközben állt az egyes ismerős. Hát próbáljuk meg ebből az irányból. Gearbox, ez a gearbox. De akkor miért ide bennek be akarok, hogyha itt a váltó? Ja. Mindig más összeget kapok, várjál, ezért most menj. Az előbb mennyivel fejeztük be? 250-nel, ha jól tudom, 250 pénzünk volt. És most azért kapunk, akkor annyi, mindig hozzáadódik a... Hát jó. De te azért van egy saját tárcánk. Akkor ez nem ebből az irányból lesz. Bontsam szét a blokkot. Úristen. Hát de nem á. Mondjuk muszáj a váltóhoz a blokkot szétkapni. Hát de tökömet a két hengerbe. Úristen, de mekkora az a henger? Kettő henger, de az rohadt nagy. Jesszus. Hát a váltóval van valami, az biztos. Várjál már, hát. Nem lehet, hogy a kabinból lesz ez. Nekem ez valahogy gyanús. Azért még szerintem ennyire a játék elején viszonylag nem mondaná azt, hogy kapjam szét az egész blokkot. Valami más turpisság lesz. Nem a váltóról, de van a baj. Kiveszed a kettő kart.
Az még jobban elképzelhetőnek tűnik. Ja. Ez is fullos volt. Kicsit le se tudja csekkelni, hát beszarok, behúzok. Oh, shell. Oh. Ez régebb éző volt, ezt a fajad vettük a szikereket. Oh, fuck. Szereljük szét. Vedd már ki. Na, ezért nem vagyok autószerelő. Ah! Oh. Még olajat is meg lehet nézni. Térben lift feliratot. Ó, kettő szíme rajta. Baszki, üres a blokk. Valami szürke, akkor nem, az a, nem azon a részen dolgozok, ami kéne. Tehát valami... Valamit nem keretezve sárgával. Így se. Így se, kabin. De így se. Hogy mi? Azt tartja össze az egész traktort. Középen. De teljesen ki kell vennünk az egész váltót. Jól van. De a blokkot tovább nem lehet csupaszítani, ha jól látom. Ki lehet belőle venni egy gyertyát, váó. Az király. Ez olaj. Pedig minden jó, amit szétszettünk. Jaj, ebbe kell leereszteni az olajat. De hogy a picsába? Hát... Nincsen emelőnk? Majd hát amúgy éppen azon áll, de hát hogy... Lehet, hogy fel kéne emelni hozzá a traktort?
Kérdés, hogy lehet felemelni a traktor? Most elviszem test drive-ra az... Ó, hogy rohagy meg! Elevator! Lecsavarja! Asztalat! Amíg hozzá lehet férni a csavarokhoz, de... Bent van... Középről lemeli a váltót, de király! Ezt nem hiszem el. Érted? Ja, hogy ez a lift feliratot kérdezted. Kijött a váltó. Oh. 35%-os a váltó. Anyám borogas. Szétszeretik az egész raktort. Jaj, édesanyám. Nagyon jól nézett, csak hagyd tegyem már össze. Hát akkor a traktor nem autó. Ez mekkora jó már, hogy ilyen szépen le lehet szedni. Egy váltócsere se egy nagy buli, mert árva biztosan nagyobb buli, mint szerelőnek. De a szerelőnek majd ilyen full easy alá támaszza valamivel. Ki a berohadt csavarokat. És kész. Mert amúgy nem esett le így azért hirtelen, hogy ez egy emelőn van ez a traktor. Húha. Szerencsé, hogy viszonylag egyszerű dolgunk van. Amúgy azt vágasz, hogy lesz majd kombájn is. Kombájnt kell majd szerelni, az mekkora király lesz. A kombájnokra már nagyon kíváncsi vagyok. Hogyan is épülnek fel. Mivel benne van a programistában, így igen lesz. Meglepő, de ha valami benne van a programistában, akkor az lesz. Aksi. Még ahogy látom, hiányzik valami, ott van egy random cső. Remélem mindent visszatettem. Úgyhogy ezt kétszer kell rákattintani ugyanarra a helyre, ez a fura. Fura szokás.
kormány is ki van véve. Nagyon jó. Most már ezt is tudjuk. A változás joga az mindig ott van, de igyekszünk elkerülni a dolgot. Kövi munkám is egy jó kis motorszerelés lesz. De még biztos, hogy először ilyen gyertyacsere meg hasonló dolgok lesznek. A teljes blokk kivétel. Nem is ilyenek kell szívják be az autószerelők való életben, amikor nekik kivizsgálni egy... Mi a probléma? Fuel filter. Fuel filter. Eladjuk a rákba. Na! Kész van! Vigyük ki a terepre. Anyád! Anyád! Mi van? Replace all necessary items. Hát képzeld el, hogy semmiben nincsen baj. Ó, ha még itt... Ha még a felfüggesztésben lesz valami szar, én... Az lesz. De nem mondjuk csak egy kerék lesz a baj, vagy valami. Gearbox részen mondjuk nem is volt más. Szar. Dovidik. Well... Ó, azért itt hátul van valami rugó? Vagy ez a kabin? Ó, a kabin van rögzítve rugóval. Ott van lengés csillapítás. Valamilyen szinten. Az még szép baleset lehet. Jó, van egy olyan érzés, hogy fel kéne élni. Olyan sződ a traktor. Van egy rossz érzésem, hogy lehet, hogy nem ugyanazt az alkatrészt raktam bele vissza, mint amit levettem ott a motortér, még másik fuel filtert is eladtam. Az nem lenne kellemes. Mondjuk mondja, hogy váltott javítsam meg, illetve az egyéb más dolgot, ami problémás. De nincs olyan. Semmi.
Váltanán a tárcsa. Ó! Igaz. Az még oda, oda tartozik. Szedjük csak le. Aha, ott van a kuplunk tárcsa. Igen. Az baj. Ez a rohadás kormány. Minimum ugyanennyi káromkodással és fejfájással jár a real autószerelés, és akkor... Ha, és ezt is... És akkor még úgy időben is tart kicsavarni, meg hozzáférni a csavarhoz, meg ilyenek. Legalább ez megfizeti. Nem igaz? Annyira nem nagy baj. Mi csalás? Nem, amúgy meg egyébként is parancsban is rosszul van írva. Azt mondja, hogy live maraton. Nem 24, vagy mi? 24 órás live maraton, nem 84 órás live. Nem. Kondíció. Jó, csupaszítsuk le a kuplunk részt. Hűha! Azért van baj a kuplunga. Nem csodol, hogy ennyi pénzt adott. Nem tudom megjavítani a kuplunk alkatrészeit. Végül is. Szűrősi tudom teljesen, hogy javítottam meg. Gearbox. Szóval szükségem van... Fletch basket. Pusher plate. Basket. Plate. És egy grinding flange disk. Igen. Nice. Nagyon jó. És akkor. Ez dupla kuplungos. Már itt. Kettő kuplunk társa van benne. Vagy mondjuk nem tudom, hogy ezt nevezik a dupla kuplungosnak, de... Mert az volt ugye a... Ebből van benne kettő, grinding flange disk.
Hát, tengely kapcsoló lemez. Ó, anyádat azt. Ó. Nem. Nem. Nem tervezünk 168 órás live-ot. Az erős lenne. Jó. Nagyobbak is lehetne írva az, hogy lift. Ó, oh, össze kell szedni. Jó. Oda nem már nincsen több baj. Van olyan, hogy Truck Mechanic Simulator? Kamiont kell vezetni. Vagy izé, javítani. Hát, ja, sokkal jobb MSC-be így keresni kell. Sokkal jobb. Hello, Repair! Mert ez reg. Azt a jó életben mennyit szaragottunk ezzel. Isten. De legalább most már úgy menjél. Ja, de rogyos. De megy. Ez a traki mondjuk, azt hittem, hogy ha már ekkora motor van benne, akkor jobban szedi a lábát. De azért nem rossz. Jó kis hangja van, itt fogok majd menni egy zével és a rohadnak kombájnnal. Tökéletes. De legalább ezzel már végre pénzt kerestünk, mondjuk 5 perc alatt meg lehetett volna csinálni a munkát. 5 perc alatt. Kis toxic hangulat. Na. Yes. Érted? Leveszi az ember a follower chatet. Jó. Repaired. Ezt eddig jutunk. Hogy Geri beír 4 random betűt. Geri, miért írtál be 4 random betűt? Beszélgessünk. Repairs... It's the arm. Okay. Igen. Ezt mondja. Ha jól látom ez. Nem. Arm. Ennyi. Ez a kettő.
Ez miért befelé csavarja le a... What? Na ez már valami újabb dolog, komolyabbnak tűnik már. Alapkialakítás az ugyanaz, de... Komolyabb szerszámnak tűnik, mint az eddigiek. Első elemek nélkül. Bakker, itt minek szedtem le az első kerek? Nézzük, hátulról csavarja rá a csavart. Nice. Na mindegy. Ezt a kettő rudat kellett volna levenni hozzá. Bal oldalt valami még piros. Well, nem látom. Elvileg készen vagyunk. Köszönöm szépen. Mehetünk teszt vezetni. Kész. Rutin meló. Milyen szép a kilátás az ablakon. Pont így nézett ki tegnap az ablak miatt mondtuk. Annyi ideig sikáltuk. De viszont így most már egészen szép. Szép lett a konyha. Na. Azért valamennyire a hátsó tengely elforog. Valamennyire lengés csillapítás az azért van. Nem olyan lengés csillapító, de ott valamilyen rugónak kell lenni ott hátul. Még lehet, hogy a másikban még nem volt. Dave FM? Ó, igen. Jó. Jó, teljesen jó. És jogos ötlet, oké. Okay. Hát figyeljed már, hát azért nem akár, hogy... Nem akár, hogy mozog az a hátsó kerék. Oh shit, én meg azt hittem, hogy... Egyáltalán nincsen benne lengés csillapítás. Jó, még attól még... Még kirázhatja a szart, de... Na. Üzenet címet is ki kell, hogy írjak. Mondjuk ide. Egy pillanatot kérek, beízítom a Dave rádiót. Jó, valami ilyesmi. És... Jaj, nem fut a Spotify-om. Pillanat. Retuntú garage. Közben azért. Oké. Okay. Jó, kész. Repair. Hagyjuk le, hagyjön a kövi. Pedig szerintem egészen kellemes a zenéje. Viszont...
Csak le lehet húzni külön a zenehangerőt. Check the condition of muffler and make any necessary repair. Muffler? Az nem... Muffler. Muffler? Oh. A muffler az más. Kipufogó. Akkor nem. Akkor muffler kipufogó, igen. Jó van. Jól emlékszem, hogy My Summer Car-ban volt. Jó. Exit to main menu. Ja. Igen. Setting, sound, music. Wow. Oké, zsír. Save, back, play. 9% a karrier. Van eleje meg vége, ez tetszik. Ez tetszik, kifejezetten. És egyébként teljesen jó játék. Akkor most egy pillanat. Spotify. Itt valami jó varázslat. Spotify. És akkor itt nálam. És akkor random lejátszás. Teljesen jó. Oké. Okay. Zene hangerő megfelelő? Remélhetőleg. Szóval meg kell néznünk a kipufogót. Talán egy kicsit egy annál festőbb zenének hozzám. Egy. Ellenőrzés. Hát ezért rakadt szar. Ez a kipufogó. Szóval lekapjuk és megjavítjuk. Lyukas lehet, vagy mi van volna? Megjavítva. Ezeket meg eladjuk. Hú, nekem kár mechanic szimulátoroznom kéne, arra jöttem rá. Jaj, de fügtem ezt a zenét. Régen. A játék ezért hangosabb, de ennyi volt? Nem. Valami baja van. Nézzük, hogy mit ír a bácsi. Mivel rájössz, kijön ki a fejben a dodó. Ripérgyi, ahogy ennyi! Oké, okay, király. Kipufogó megjavítva. Na mondom én, hogy vlogban annyira még nem vagyunk benne. Check in the replace. A benzin adagolás problémái vannak a kicsinek. Akkor én először is egy benzinszűrőt néznék meg. Azt szokták a lehető legjobban elhanyagolni. Érted, van baj van a benzin adagolással, nem kap benzint, alig indul be. Mikor cserélted erre benzinszűrőt? Micsoda? Idióta az összes, érted? Ezért mély használ autót. Nem lehet mindenkinek mindent tudni. Mindenkit más érdekel. Elvégre, ez a szép a világban. Mindenki más dolgot tud. Benzinpumpa, de csere. Ha a szoború ilyen egyszerű lenne a benzinpumpát kicserélni. Itt valahol azért jobban el van dugva az. Benzinpumpa. Done! Benzin probléma megoldva. Uram, még valami baja van esetleg? Hé! Hey! Még valami baj van a benzin. Talán a generátor nem hajtaná annyira? Nem tudom, hogy kell.
talán a... Nem. Talán az olajvezeték. Starter kábelek. Halló, tessék! Hát ugye mi baj lehet még? Ó, injektor. Igen. Ó, igen, az injektor. Jó. Nem kapja megfelelően a benzint és a levegőt. Ez nem adja megfelelően. Ha nem is volt drága megjavítani, csak 300, mi a franc? Injektor vissza. Kábelek vissza. Na, minden rendben. Repaired. Kezdek belejönni. Combine! Yes! Vagyik egyre az ember megtek mehet. 9700 kiló, atya úristen, 7500 köbcenti. Holland márkájú. Yes, és ripész. Ajajaj. Ajajajajajaj. Atya úristen. Na jó. El kellett magamat kiabálni, hogy kezdek belejönni. Drága barátaim, ezt most meg kell értenünk, mert én még soha... Tehát még traktor az még csak hagyjány. Tailgate. Mit jelent tailgate? Traktort azt még úgy hagyjány, úgy át tudtam látni, de hogy a kombájnokat még soha nem láttam át. Mit jelent a tailgate? Valami. Szóval. Itt oldalt ezt a részt fel lehet nyitni. Itt van az utastér. Nem tudok felmenni. Kabin, ennyiből áll egy kormánykerékből. Oké, tehát ott van a kormánykerék, és azonnal lejön ide. És az kormányozza a kerekeket, és van valami buzi nagy valami ott középen. Hűha. Ezt nem lehet felemelni. Ha mondjuk. És itt aha. Itt középen, itt van akkor a cuccmág benne. Elevator buddy. Oda bent tárolja a dolgokat? Ebben? Grain elevator. Ez mozgatja itt hátul a... talán ennek a leállítóját. Ott van fönt a motor. Beszarok. Na ezt szerelni, ezt kemény. Mekkora motor van ott fönt benne. És akkor szíjakkal... full csörlőrendszer van benne.
és minden szíjakkal állít, mozgat. De előre hogy jön hajtás neki? Nincsen túl részletesen kidolgozva ez a combine. Úgy gondolom. Igen. Nem tudom. Hát, ha majd idővel tisztább lesz a dolog. Talán készítők se lettek hát annyira, mint kellene. Replace, van itt, hogy meg is csinálják. A starter system. Indít, nem indul be. Meg kell keresni az okát. Utána pedig ki kell menni és kipróbálni. Akkor az engine lesz. 97 IQ. Fuel pump. Például. Injektor, igen, az is lehet baj. Oil kompresszor, ebbe kompresszor forgatja az olajat. Beszarok. Fuel filter, érted, ebbe nem... Külön kompresszor van. 20 cremover. Micsoda? Pejva eltávolító. A pejva az mi is? Az a szálló cucc, és hogy ne legyen benne az a pihérszerű, hanem csak simán a búza. Hú, Ervin, most de kellene ide. Mint egy ilyen... Lehet, hogy forog benne egy ventilátor, szedjük mele. Az király. Akkor ez lenne itt egy szűrő. Ott van valamiféle... Nem, ez már a radiátora. Jaj, ez légszűrő. Szerintem. Tehát, hogy ez a légszűrője. Búzaszárra a maguk, hogy ne szívja be azt a sok port. Maybe. Husk egyenlő Mackay. Ó. Oh. Mackay eltávolító. Akkor lehet, hogy az, de hogy mély pont a hűtőnél van. Oh. Ja, ez a... Air filter. Külső légszűrő? Nem, akkor ez nem ez a légszűrő, oké, jó. Tehát, hogy ez akkor valami pejva, genyó. Csak elég érdekesen van itt a hűtőnél, de... Biztos. Itt van a külső légszűrő. Ez beviszi egy belső légszűrőbe, és úgy szívja be. Ide a henger fejbe, vagy hát szívósorba. Igen, ez van itt szívósor, oldalról adja a levegőt. Kipufogó. Hol van maga a starter? Gondolom az olyan buzi nagy dolog lesz, és... Itt van. Há, annyira nem. Jó, itt is starter. Na, végre. Tehát startert kell levenni. Megripérelni. Komoly cucc.
Nem hallottam, gamer. Már jó cucc. Köszönöm, hogy megjavítottad. És Dan, azt hiszem. Oil pump. Oil compressor. Van benne egy kompresszor is, meg egy pumpa is. Water pump, azt szeretem. Ebbe hogy cserélsz olajat? Ha, ott van az olaj. Izé. Tuti, van valami kivezetése. Shaker motor. Ez valami rázó asztal, vagy mi? Main patch. What the fuck? Ez rohadt bonyolult, na vigyük ki a kislányt. Nagyon durva. Na, aratni is kell. Mekkora ez az állat. Fékrendszer. Jobbra húz még. Mint ha. Steering system. Fordulnom kell. Hogy alá fordul? Apukám. Mi az mikrofon? Nem tudom, hogy hány bolyát vittem el, de nem is érdekel. Hát ez megjavítva. Tíz tonnát alig bírja mozgatni a... Már nem is tudom, hány köpcentis motor. ...7500 köpcentis motor. És hány hengert van? 4. Nice, repaired. Nagyon szeretem. Teljesen jó. Kuplungjavítás. De jó, 6 henger, 7500... Na, jöhet is le. A váltó. Kormány előtte. Pont nemrég néztem vissza, aztán azért jöttem rá annyira musicokra. Nyolcszor a pipa? Ma megijedtem, hogy szünetem van, hát... Miért nem ezzel játszottam a Crash Bandicoot helyett, érted? Sokkal jobb. Traktort szerelgetni. Tökéletes.
Ez a játék, ez... Ez nem marad. Felhozatalban. És ez a track... szerelő szimulátor, az egészen felkeltette a figyelmet. Ah. Lehet az volt a baj, kecske, hogy nekem nem. Lehet ott volt a probléma. Nézzük, melyik része a kuplunknak a szar. Ja, abban nem lehet újat vinni. Hogy lehet ilyet space-el kell megnyitni a menüt? Mind a kettő kuplunk tárcsa lényegében halott. Ebből veszünk kettőt. Mennyit fog majd fizetni a csávókám? Pont annyit. Rohadjam meg. Használtat kellett volna belerakni a szarjába. Igen. Mondjuk, ha leadjuk majd vasáron, legalább valami visszajön belőle. Váltó. Hú, a Tony Hawk-okat, ezeket majd de végig fogom nyomni. 1500 volt Tesco-ba? Hagyjad már. El ne menjek, de gondolom, remélem Steam-es. Carmanic Simulator? Szerintem biztosan. Cody nem foglalkozik fel eleget szóval. Lehet majd visszább nézik akár a régebbi részeire is. Egy autószereléssel nagyon jól el vagyok. Majd leverek egyik felében. Steam-es? Nice. Meg azt hiszem van vonat Mechanic Simulator. Az még milyen király lenne mozdonyokat szerelni. Majd még szerzek ilyen Mechanic Simulator-öket. Mérnök vagyok, emót szükséges. Ja. Enélkül nehéz lesz. Van hajós is. Vagy csak úgy mondom. Merem, hogy adnám, ha lenne. Hé! Hey. Kuplunk megjavítva, mi a baj? Ja, kész, oké. Okay. Csak úgy. Minden esetre, ja, jó lenne, hogyha lenne például olyan is. Ki tudja, lehet, hogy mert lesz. Keresd meg a problémát. Az ügyfél panaszkodik arra, hogy világíta, ellenőrizze az akkumulátort lámpa. Találd meg a problémát, és javíts ki. Nézd már az aksit. Az aksi jó. Generátor. Nézzenek oda, csak nem a generátor a hibás. És a kábelek?
Azok jók. Starter kábel. Ó, le kell venni a szíjat. Oké. Szerencsére lejött könnyen. Ez kb. Olyan, mint amikor anyám bement egy szerelőhöz megkérdezni, hogy miért írja a köcsi, hogy love fuel. No kappa tényleg megszerti. Egyfelől... Rendesen aranyos. És vicces, másrészt pedig... Jó. Levázz egyik eldött, no. Vivi felmordult mellettem. A szőke hajkoronájával. Reppaired. Ez így van. Replace the brake drums, change the oil. Olajsere hagyjál már, hát csak értek hozzá, hülye gyerek. Cseréltem én már annyiszor az izébe, Subaruba. Idehozok a kis tálcát. Check. Ó, oh, bocsánat, jó. Aha, és letekerik. Ó, a picsába. Hát ez király volt. Ha nézzük meg, hogy nincs abban valami baj. Nincs. Csavar is tökéletes. Pontosan így vett élébe is. És valóban jó. Ha veszünk olajat. Engine. Anyád. What? Engine oil. Az olaj szint az üres. Oil. Szintetikus olaj. Motorolaj, hát igen. Szintetik, mindenhol olaj van. Texas oil. De motorolajat nem tudok vele tölteni. Well, I
Changer. Egy pillanat. Szóval meg kell keresni azt a lyukot, ahol bemlik a olaj. Elértem rá. Másfelől. Viszont se. Kubak. Motorolaj. Tölteni? Szerintem jó lesz. Egyébként, ha valakit érdekel, hogy mi történik a motorban, akkor amikor túl sok olajat töltünk bele, ha sikerül eléggé túl sokat beletölteni, akkor olyan magasan fog állni a deckniben az olaj működés közben, hogy a főtengely beleér majd, és mivel elkezdi csapkodni a főtengelye az olajat, így széttöri magát rajta. Change oil nem lett pipa. Nem mondod, hogy azért, mert túltöltöttem a picsába. Akkor mondjuk az, hogy átmastuk egy kicsikét az olajrendszert. Szívd le. Ja. És most visszarakjuk. Hát. Rosszabban is sikerülhetett volna. De akkor most valószínűleg nulla lesz. Egy, kettő, három, négy. Hm?
Legközelebb ötök számolunk is. Jó is lesz. Zsír, remélem így most már megfeleled. Oké, okay. Replace the break from... Várjál, nem replace, hanem... De, replace. Messzarok. Hát ne bolondítsál már meg engem. Semmi baja! Break... Hub? Break drum. Várja! Ah, az hátul van. Igen, ez szar. Hátul van. Jöjjetek a dört. Amit tegnap rettentő sokan néztek, hogy itt Fortnite-ezés közben. Tehát ahhoz képest, amit úgy gondoltam, hogy fogják. Nem gondoltam, hogy ennyi embert érdekel, hogy Fortnite-ezik. Nem tudom, valahogy PUBG-ben nem tudok azonosulni. Több okból is. Viszont lehet, hogy majd elgondolkozunk azon, hogy Fortnite duóba alakítsuk. Only duóba. Mert Magyarországon egyrészt nincsen duó belőle. Így... Ez érdekes lehet esetleg. Másfelől meg... kockázatos is, mert a Fortnite-ra összegyűlik a... Az a... Kicsit olyan, mint amikor elkezdesz Minecraft-ozni YouTube-on. Azt hiszem. Legyesen kis értésnek, de... Hát ti hogy gondoljátok? Viszont igen, köszi Ricsi, viszont úgy gondolom, hogy hogy a moderátoraink azért ott vannak a szeren és tudnák kezelni a helyzetet. Pláne egy fél éves izével, vagy esetleg subchattel, érted? Szóval, nem tudom. Tényleg így megfordult a fejembe, hogy PUBG ez annyira nem, de ezért Fortnite-ot be kell gyakorolni, ne vagy gyakorlod. Eléggé komoly, szerintem viszonylag kis gyakorlás, és eléggé látványos eredményt lehet elérni Fortnite-ban. Ez így. Nem tudom, én csak így ránézésre mondom, de hogy Fortnite-ba egy magasabb szintet képviselni könnyebb, mint PUBG-ba. Hogy gondoljátok? Hát, ha van valaki, aki jobban átlátja. Repaired! Igen, és ez igaz. Na, újra egy combine. És talán ezt a legjobban ott összpontos, hogy könnyebb magasabb szintet képviselni a Fortnite-ban, mert ingyenes és sokkal több, csak ilyen, vagy szokták nevezni, töltelékjátékos, aki csak úgy ott van és így. Az ügyfél úgy gondolja, hogy az egyik kerék nem működik megfelelően. Segíteni neki... Segíteni? Tehát ki kell találnunk, hogy melyik az a kerék, ami nem megfelelő. Amiket centírozni kellene. Jó.
so I hit another. Yeah, I'm the Trumpster, motherfucker, I'm so good. Paladins Team. Minden esetre azt is meg kell nézni, mert sokat játszatok. Most realizálódik benne, hogy megjelent akkor a Minecraft új patch. Amire mondtuk, hogy ha megjelenik, akkor megnézzük. Meg kéne esni. Jó lesz, Domi, jó lesz. Retro time. Fake as fuck. Jó, alá kell tekerni. De még nem a 13 jött, Dávid. Akkor mi? Törölgetem a Banhammert nyugodtan. Nyugodtan. Ez a halál kell. Mire gondolsz, Kodi? KD Kodi 19. Gondolom nem a mi KD Kodink. És még a copyright-rel is ott van, beszorok, mi az? Nice, repair. Nem akarom abba hagyni ezt a játékot, ez nagyon jó. Ben. Serpenyő. Ja. A olajdekni. Maybe. Ez 4100 pixel. Köszi, Domi. Barackot. Végül hozott nekem. Mert ha nem hoz, akkor a bőségben nem veszek. Én csak idem kimenni. Igen. Még azért tegnap a dinnyét jó bedurrantottuk. Hát ez a mag nélküli dinnye, hát nem tudom. Mag nélkülének nem mondanám. Viszont nem rossz. Viszont szerintem gyengébb minőségű, mint a normál. Nem tudom, hogy az olyan mitől lehet mag nélkül. Tehát miért nincsen benne mag? Annyi. Hát
mintha maga az lenne, csak kevésbé kifejlettek. Lehet valami korán érő dolog, vagy... Vagy lehet, hogy csak sima... De nyitszedik le előbb, nem lehet hozzá. Ez igaz már. Kéne módosított. Én mód... ez egy... Van benne mag, csak nagyon a normális dinnyében is ugye a, van a már fejlett mag, a fekete, és van az a fehéres, ami még ugye növekedésben lévő mag. Na olyanokkal van tele a mag, mag szegény. Amúgy a Crash Bandicoot, az hogyha hozzászokok a dolgaihoz, mit, hogyan. És elfogadom, hogy rengeteg türelemre van szükségem, akkor azért... El lehet azzal lenni, de... Egyenlőre nincs kedvem azzal is tolni velem. Szép napom meg. Lehet hozzányúlok. Ami tényleg jó, csak... Ön, mint a Mario. Ez is már elővéve, tehát, hogy sok mindenben más. Feltűnt csesz az embert. Lehet még szép, hogy annyira fejlett, hát itt várunk tőle. Csak akkor is idegesítő, szóval az ügyfél problémája. Nem jó a mérete a... micsoda? Rossz az... valami rossz méret. Front wheels. Első kereket. Aha. Első féktárcsa. Jó. Dát ide, ide járja dühöngeni. PUBG-ba lőjött ki az embereket, vagy valami. Ne itt. Ah, utolsó melónk. No.
Úgy, hogy Ricsi mondja. Hé! Hey. Oh. Valószínűleg a másik oldalon is lesz még egy. Nem biztos. Csapágy is megjavítva. Csapágyat megjavítani, az is szép művelet lehet. Nem tudom hogy, de mi igazi érzelmesterek vagyunk. Cseréltük a golyókat. Meg a házat. Tehát egy új csapágy. Csapágyat tudtam, már nem igazán lehet javítani. Van Magyarországon egy pár erre, viszont talán pont egy pár. De van. Erre a zenére ebbe a traktorba ülni. Földöntő élmény. Hát de amúgy is 13 a minimum korhatár Facebookhoz, nem? Check the condition... Condition of the levers. Levers, karok. Bent az utastérbe. Easy way. Viszont sajnos ma már nem félre vele több traktor szerelgetés, pedig én nagyon belejöttem. Nagyon jó az a játék. És egyébként pár száz forint kéket olyan szó, hogyha valakinek ingerenciája van rá, akkor nincs bejelentem. 21%-nál járunk. Most mennyit nyomadtuk? 2 órát? Ez még egy jó 6 óra live tartalom szerintem. Mondjuk azért most már belejöttünk tényleg, szóval 6-nál több nem szerintem. És akinek nincs kint képe magáról, annak meg személyit fognak elkérni, hogy legalább a nevét tudja igazolni. És kép alapján megmondják, hogy annyi éves-e, amennyi neki írja magát. Az ez a mai lányoknál. Tizennyolc éves vagy? Hú, az a csaj. Na, oda megyek, leszorítom. Szia, hány éves? Hogy 12? Azt...
és utána beszállsz egy rakétába, és kilőd magadat az űrbe.